Testvéreim, Krisztusról zeng dalunk, Krisztus szól általunk. Ez az egész nap tulajdonképpen erről szól, hogy hogyan is tud Krisztus általunk szólni, és ahogy mondtam nektek, most egy picit fordítva fogunk ülni a lóra, mert a délután első fél órájában inkább azt fogjuk megnézni, hogy milyen az, amikor nem Krisztus szól. És nekünk ezt föl kell ismernünk, főleg amikor ez a médiából nap mint nap felénk áramlik. De ezt is szeretném egy bibliai történettel felvezetni. Sámuel második könyvében a 15. versből mondom az első 6, nem? 15. fejezetéből az első 6 verset fogom nektek felolvasni. Történt ezek után, hogy Absalom szerzett magának egy harci kocsit, lovakat és 50 embert, akik előtte futottak. Reggelenként odaállt Absalom a kapuba az út mellé, és megszólított mindenkit, aki valamilyen peres ügyben ment a király ítéletéért. Megkérdezte, melyik városból való vagy? És ha azt felelte, Izraelnek ebből vagy abból a törzséből való a te szolgád, akkor ezt mondta neki Absalom. Nézd, a te ügyed helyes és jogos, de nincs a királynál senki, aki meghallgasson téged. Majd így folytatta Absalom. Bárcsak engem tennének bíróvá ebben az országban, akkor bárki jönne hozzám, akinek peres ügye van, én igazságot szolgáltatnék neki. És ha valaki közeledett hozzá, hogy leboruljon előtte, akkor kinyújtotta a kezét, magához szorította és megcsókolta. Így tett Absalom egész Izraelből mindazokkal, akik ítéletért mentek a királyhoz, így lopta be magát Absalom az izraeli emberek szívébe. Hát figyeljetek, ha volt piárosa Absalomnak, akkor tökéletes tanácsokat adott neki. Ebből a bibliai történetből a manipulációnak a csinnadratáját tudjuk megnézni. Nézzétek meg, ugye miről van szó? Mindig ez kell nekünk, hogy valaki azt mondja, hogy a te ügyed helyes, a te ügyed jogos. Ugye hát milyen jó lenne? Mindenki ezt mondja nekünk, akkor olyan jól érezzük magunkat. Absalom mit csinált? Elkezdett embereket szedni magához. Ha jött valaki, akkor azt mondja, hogy figyelj, hát nagyon jogos a te ügyed, már megnyertem. És akkor itt jön az a mondat, hogy bárcsak engem tennének bíróvá ebben az országban, akkor bárki jönne hozzám, akinek peres ügye van, én igazságot szolgáltatnék neki. Ugye most nem ez a lényeg, de ha belegondoltok, itt tulajdonképpen Dávidról mond csúnya dolgokat indirekt módon, minthogyha Dávidnál, gyere nyugodtan, itt van, minthogyha Dávidnál nem hallgatnák meg az embereket, és hogyha nem lenne ilyen helyzet. Na most kinyújtja a kezét, ugye, aki jön, és magához emeli őt. Önmagában ugye nyilván egy jó dolog, hogy nem engedi, hogy meghajoljon a másik, de Absalom nem ezért nem. Ez is a gesztus, ez is minden manipuláció. Minden manipuláció, amit Absalom csinál, miért? Azért, hogy egyre több ember tudjon maga mögé állítani. És ez az, ahol látjuk azt, hogy elindulnak azok a dolgok, amelyek később majd beérnek Absalom és Dávid életében. Tehát a Biblia abszolút foglalkozik a manipulációval. Hát gondoljatok bele még csak ennyit, aztán megnézzük a többi dolgokat, hogyha valaki ezek után hazament, akkor mit mondott? Azt mondta, hogy képzeld, le akartam borulni Absalom előtt, és nem engedte, és megfogta a kezem, az a király fia, hát milyen ember ez az Absalom, hát de jó lenne, ha ő lenne a király, stb. 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 Szóval a lényeg az, hogy manipuláció. Egyetlen egy rideg mondat lesz, a többi az mind fénykép és rajz és bármi, hogy egyáltalán mi a manipuláció, gondolkodásunk, véleményünk, cselekedetünk mások általi befolyásolása oly módon, hogy a valós szándékot azt ne vegyük észre. Ennyit erről, és most szeretnék nektek néhány olyan dolgot megmutatni, ami a médiából árad ránk,
politika, reklám, különböző egyéb dolgok, és meg kell tanulnunk ezeken átlátni. Na, ez egy nagyon érdekes kép. Ez tulajdonképpen a média manipulációnak a klasszikus képe. Nézzétek meg, mi történik. Az történik, hogy ez a jobboldali ember késsel a kezébe üldözi a baloldalit, ugye? Ez egyértelmű. De itt lent, a médiában ez hogy látszik? Pont fordítva. Úgy látszik, minthogyha egy késsel, ami ugye hivatalosan a lába lenne, egy késsel akarja reszúrni a kiabáló másikat. Tehát pontosan ellentétes, pontosan megfordítja a média azokat a dolgokat, megfordíthatja a média azokat a dolgokat, amelyeket utána már teljesen máshogy fogok gondolkozni róla. Mutatok nektek valamit. Ki ő? Ugye Vilmos Herceg. Vilmos Herceg beint. Borzasztó. Ha én azt látom, így van, ott a megoldás különben, így van Henninél. Ha én azt látom, hogy Vilmos Herceg beint, akkor innentől kezdve én mindig, ha Vilmos Hercegről szó van, akkor el fogom mondani, hogy jó, figyeljetek, biztos aranyos, meg szereti a családját, meg jó király lesz majd egyszer belőle. De hát milyen ember már az, aki így beint? Hát milyen dolog ez? Semmi más nem kell csinálni, mint ugyanezt megnézni egy másik kameraállásból. Elég idétlenül az angolok így mutatják, hogy jön a harmadik gyerekem. És mivel pont egymás mögött van a három új, ezért úgy tűnik, és innentől kezdve manipulálva vagy. Innentől kezdve, ha olyan újságíró vagy egyáltalán olyan személy vagy, aki szeretne a királyság ellen fellépni Angliában, akkor ezt fogod mutatni. És onnantól kezdve Angliában hónapokig az lesz, hogy miért mutatod be az embereknek. Holott szegény egyszerűen csak annyit mutatott, hogy. Nézzük meg a katonáknál. Ez ugye nagyon-nagyon sok, sajnos nagyon sok háborús esemény van, és a különböző média függően attól, hogy a hadsereget hogy akarja bemutatni, így manipulál minket. Borzasztó ez a helyzet, azt látjuk, hogy ez nyilván egy arab országban, egy gondolom amerikai katona meg akarja verni a szegény gyereket, és a szegény gyerek a sarokba. Izraeli? Bocsánat, vannak itt szakértők, az a helyzet, hogy igen. Nem kell félni, nem fogja megverni, de szóval akkor izraeli a katona, és meg akarja verni azt a szegény gyereket. Na most, ebben a helyzetben mit csinálok? Megint olyan helyzetbe teszem, hogy akkor ezek szerint az izraelek ellen akarok kampányolni. Nézzük meg, hogy mi van akkor, ha az egész képet látjuk. Azt látjuk, hogy egy nagyon aranyos és kedves játék van, labdáznak, hát az, hogy a kisgyerek elég idétlenül van ott, de ezt kihasználta egy média. Tehát ezek mind megjelentek, ez nagyon fontos, de ezeket nem én csináltam, tehát ezek így megjelentek, és ugye a mai technikában, hát már elnézést, nem egy nagy dolog ebből egy ilyet csinálni. És rögtön, ha megnézed, akkor megvan a véleményed az adott hadseregről. Nézzünk egy másikat. Ez is. Ugye, hetsz kampány. Megint. Mit látok? Azt látom, hogy nem csak, hogy elfogják azt a katonát, az ellenséges katonát, hanem most fogják főbelőni. És akkor itt is megint el lehet játszani azt, hogy milyen érdekes, hogy olyan szűkösen adta le a média, nem? Mert hogyha nem szűkösen adja le, akkor miről is van szó? Segítenek neki. Az egy más kérdés, hogy mi ott tartja a fejét, ez, vagy a fegyverét, de adnak neki vizet. Minden azon múlik, és hogyha mindenben az elsőt nézitek meg, ha az elsőt látjuk, akkor onnantól kezdve megvan a véleményünk. Na aztán ugye az elkapott pillanatok. Az elkapott pillanatok, amivel a média megint csak heccelni tud, hogy nézzétek meg, mi van abban a városban, de hát ugye egyrészt a média önmagáról, hogy de mi ott vagyunk, mi a tűzvonalban vagyunk, engem kell nézni, a mi médiánk a legjobb. És hogy elkaptuk ezt a pillanatot? Ott voltunk, és pont akkor gyújtotta föl ez az ember.
Biztos, hogy elkapott pillanat? Biztos? Ez egy beállított fotó, a fél média ott van mögötte, várják, hogy a fiatalember meggyújtson valamit, ott a víz is nála, hogy majd akkor ő azt most el fogja oltani, és várja, hogy megkapja a jelet a nem tudom melyik embertől, és onnantól kezdve minden média mondhatja azt, hogy borzasztó harcok vannak, de mi ott vagyunk. Ennyi. Mutatok nektek egy nagyon érdekes fotót. A média nagyon sokszor bűnbánatot próbál létrehozni ott is, ahol nem kellene, mert nem arról szól. 2014-ben mindenhol megosztották ezt a fotót azzal az információval, hogy ez a kisfiú a háborúban meghalt szülei sírja között fekszik. Ott alszik esténként. Annyira hiányoznak neki a szülei. A fotót úgy tüntették fel, hogy ez egy háborús zónában készült. A kép szerzője döbbent meg a legjobban, mert valójában egy olyan projekthez készült, ami a család iránti szeretetről szól, és esze ágában nincs a kisfiúnak szomorkodni. De mindenki felhasználta azzal, hogy a háború ellen, önmagában jó, ha a háború ellen teszünk dolgokat, de ez megint nem igaz. Térjünk át egy picit a politikára. Hát a politika az ilyen szempontból maga a csoda. Egy rajongó tömeg, ugye amerikai, vagy előválasztás, vagy elnökválasztás, nem tudjuk, azt látjuk, hogy iszonyat nagy tömeg van az elnök jelölt, vagy akármilyen jelölt előtt, és ezzel mutatom azt, hogy hihetetlen sokan állnak ki előtte. A lényeg csak, hogy egy picit hátrébb lépjek. És ha hátrébb lépek, akkor kiderül, hogy hát azért az a nagy tömeg az nem teljesen így van. Az nem teljesen így van, de arra nagyon jó, hogy én azt lássam, hogy hát ha emellett ennyien vannak, emellett a politikus mellett, hát akkor én is oda szavazom. A saját kedvencem fog jönni. Ez is egy tipikus amerikai dolog, nézzétek meg. Integet mindenki, ugye? Ő is, mindenki integet. Mindenki néz föl, ide-oda néznek, hogy mindenhol emberek vannak. Ott van mögöttük, ugye, akik vigyáznak rájuk, ugye? Ők is figyelik, hogy abban az iszonyat tömegben, ami körülöttük van, akiknek ő integet, nehogy valaki egyáltalán beugorjon, vagy valami rossz dolgot tegyen. Hát nézzük, hogy is történik ez. Egy darab ember nincsen. Egy darab ember nincsen. De eljátsszuk azt, hogy mosolygunk, minden, itt van valaki, de hát ő is szerintem óvja, ő is integet, vigyáznak rájuk, itt is mindenhol vigyáznak rájuk, hát nem tudom, lehet, hogy a büfés lehet, hogy bement volna és valami rosszat tesz. Nincsenek ott az emberek. De ha csak ezt nézed, ebből úgy van, mintha százezreknek integetnél. De ne az legyen, hogy csak Amerikát hozom, jó? Tehát ne az legyen, hogy csak Amerikát hozom. Mit látunk itt? Azt látjuk, hogy az amerikai elnök, ugye itt van hátul a volt német kancellárasszony, a török, a francia, mindenki egy emberre figyel, Putyinra. Ez a fotó az orosz médiában indult el, nagyon nagy útjára, azt mondván, hogy mi egy akkora hatalom vagyunk, hogy lám, Amerika, török, német, franc, mindenki, nézzétek meg, Russian Federation, tehát minden ott van. Nézzük meg az eredeti fotót. Nem Russian Federation volt ott, hanem United Kingdom. Csak elment a mosdóba. Elment a mosdóba az Egyesült Királyság vezetője, és ők négyen elkezdtek beszélgetni. Hát innen a mai világban nem nagy dolog oda tenni valakit. És innentől kezdve a teljes országnak beadod azt, hogy mi vagyunk a központ. A mi vezetőnket figyeli mindenki. Egyszerű média manipuláció.
Előbb mondtam nektek, hogy a médiában nagyon sokszor van olyan, hogy azzal versenyeznek, hogy mi ott vagyunk a helyszínen. Mi ott vagyunk, kint vagyunk, mögötted, ott lángol a város, ahol a bombatámadás van, és azt próbálják megoldani, hogy ezért téged nézzenek, a te médiádat nézzék. De ezt innentől kezdve nagyon nagy fenntartással kezeljétek. Hogy is van ez? Itt látjátok, hogy mi a kép, amit látsz te. Ott vagyunk mi, mögöttünk lángol minden. Ott vagyunk. Itt vagyunk mezítláb, itt vannak a vacsora maradékok, és mögötte egy festmény, egy lángoló részről, de lehet, hogy a másik irodában ül a bácsi, de te ezt látod. És azt mondod, hogy én ezt fogom nézni. Miért? Mert ők ott vannak. Mert ők ott vannak. Ez az igazi jó média. Mutatok nektek egy érdekességet. Hány fajta piros kört láttok? Hány fajta piros kört láttok ezen? Hármat? Négyet? Hány fajtát? Öt fajta piros kört láttok. Így van, mert az van elől. És nem azt figyeljük meg, hogy a bácsinak egyel több ujja van, mint kellene. Mert ez a média manipuláció, hogy mindig oda van eléd téve az, hogy te mit nézzél. A köröket fogod, a pirosokat nézni, holott hát hat ujja van, bárhogy nézzük, kezenként. Ez a logikája, ez a pszichológiája a média manipulációnak. Te mindig azt lásd, ami eléd van tolva, és soha ne lássál mögé, mert nem az a lényeges. 1938. október 30-a. Na, ekkor indult el legelőször az a világban, hogy a média tud manipulálni. És onnantól egy picit már máshogy gondolkodtak. Az emberek ugye akkor volt az, hogy a CBS rádióadón megszakították az adást. És azt mondták, hogy elnézést kérünk, egy azonnali hírt kell beolvasnunk, és elmondták, hogy New Jersey-ben becsapódott egy hengerszerű valami, amiből előmászott egy csápos földönkívül, és a szemeivel sugárzó hővel elhamvasztotta az ott lévő New Jersey lakosokat. Előtte is elmondták, közben is elmondták, hogy ez egy Halloween előtti kitalált történet. Ugye ez egy nagyon fontos, ez a Világok harca novellából Orson Welles csinált ezt a rádiójátékot. Hiába mondták el. Az emberek az utcára tódultak, százezrek tódultak. Mert egy, ha elhiszi, akkor mi történt utána? Kopogott az ajtón, és akkor gyertek, lehet, hogy nem is hallgatta a rádiót, és gyertek, mert támadnak a földön kívüliek. Egész Amerika megbolondult. És most mi azt mondjuk, hogy na, de miért? Azt kell nektek mondjam, hogy olyan dolgokat tud velünk is elhitetni a média, amit csak lesünk, az a helyzet. És szeretném nektek most a második felében a vetítésnek megmutatni, hogy mire vigyázzunk egy kicsit a reklámmal. Mert a reklámnál ott folyamatosan a reklámpszichológia megy. És ez a reklámpszichológia alaptörténete. Egy vak kéreget az utcán. Kiírja, hogy vak vagyok. Senki nem ad neki pénzt. Majd oda megy egy reklámpszichológus, és az én vak vagyok elé azt írja nagybetűkkel, tavasz van, és én vak vagyok. Itt jön az érzelem. És onnantól kezdve rengeteg pénzt kapott. Hát mert tavasz van, nyílnak a virágok, és ez a szegény ember nem látja. És ez az a pillanat, amikor a marketing, a reklámpszichológia belép a világunkba, és majd meg fogjátok látni, hogy miként próbál az életünkre hatni. Sales vagy marketing? Eladás vagy marketing? Ez a sales, mit mond? Azt mondja, Jacksonville-be mennék, ugye? Stoppos. Jacksonville-be mennék, hát senki nem áll meg. Na ez a marketing. A mamámhoz megyek karácsonyra Jacksonville-be. Értitek? Ez a különbség. Mert hogyha, jó, ha más is, majd más fölveszi, hogyha Jacksonville.
de ez az ember karácsonyra az édesanyjához akar menni, hát gyere, hát hogy ne vinnélek el? Ez a lényege, mindig ez a lényege, és mindig ez a reklámpszichológia alapja, amivel teljesen meg tudnak minket változtatni. Mit látunk a képen? Ugye mindig az érzelmek. Ugye mit akar ez mutatni? Először a vágyainkra hat. Miért? Hát figyelj ide, ha te ezt a joghurtot eszed, akkor olyan nagyon szép apa-fiú, mélységes kapcsolatok lesznek, mezitlábbal fogsz ülni a stégen, és milyen humorosan fogtok ti enni a fiaddal, és hát ez maga lesz a csoda. Már bocsánat, ilyet ad ez a joghurt? Nem. Hát ott van, így van. Mert az valóság volt, ahogy ti énekeltetek együtt. De a joghurt ezt nem adja. Tehát tulajdonképpen a reklám összekapcsolja az árut egy vágyott termékkel. Egy vágyott helyzettel inkább fogalmazzunk úgy. És innentől kezdve vége. Az ígéret, ami a vágyunkra hat. Na, jön a fenyegetés. Ez megint ugyanez. Ami a félelmeinkre, hogy hát te tulajdonképpen rengeteg feladatod van, csinálnod kéne, anya vagy, ez vagy, az vagy, de hát itt vannak ezek a gyerekek, hát nem lehet csinálni. Egyedül ez a fejfájás csillapító az, ami után te akár egy óvodás csoport örjöngését is el tudod viselni. Bárkiét el tudod viselni, csak vedd meg! Csak vedd meg, ennyi az egész lényege. Ez fenyegetés, ezek a félelmeinkre hatnak, mindig az ilyen gyógyszer dolgok. És hát van a legszebb a tudomány. Ez a látszólagos értelemre hatás, tudjátok? Tehát nem tudom, emlékeztek a Bifidus Essensisre? Bifidus Essensis, emlékeztek? Mert hogy olyan joghurtot kell vennünk, amiben van Bifidus Essensis, mert különben meghal a bélflóra. Tehát nem is tudjuk, hogy miért éltünk eddig. Hogy tudtunk élni enélkül? És miért szól? A lényeg mindig az, hogy legyen néhány ember, aki egy ilyen dolog mellett beszélget fehér ruhában, valaki fehér ruhában van, az mindig azt mondjuk, akkor jó, akkor csak zseni lehet. Tehát fehér ruhában van, és látszólag az emberek nagyon szeretik úgy élni az életüket, hogy ők értelmesek. És hogyha neked azt mondja a reklám, hogy ha végig gondolod, ez a gyógyszer az egyetlen, ez az egyen, kalma, más gyógyszer nincsen, akkor te azt fogod mondani, hát akkor nyilván ezt fogom tenni. Soha nem felejtem el, szegény nagynéném idős volt, és mondta nekem, hogy Lacikám, perszillel mostok. Mondtam neki, hogy hát most ezt én nem tudom, de szerintem nem. Mire mondja a nagynéném, hogy de azzal kell mosni, mert az a legjobb. És mondtam, hogy honnan tetszik tudni. De a tévében mondták. A tévében mondták. Mosolygunk, de az, hogy valamit a tévében mondanak, főleg egy generációnál, az egy alapkérdés volt, mert a tévében nem hazudnak. Ők értenek hozzá, ők tudják. Egy picit szeretném, hogy legyünk tudatos vásárlók, jó? Hogyan? Mi egy Aldiba vásárolunk. Emlékszem arra, hogy amikor bemegyek az Aldiba, akkor itt rögtön balra lehetett menni, átvágni mindenen, és a pénztárok mögött ott volt a kenyér, meg lehetett venni a kenyeret, és már el lehetett menni. Na ez az, ami nem éri meg. Ezért az egyik nap arra döbbentem, hogy bementem, és fallal volt elválasztva. Nézzük meg egy picit ezeket a dolgokat. Mi a lényege mindig, hogy többet költsél, mint amit szeretnél. Alapvető élelmiszerek mindig a végén vannak. Most már az Aldiban is, ahova járunk. Most már nekem végig kell mennem az egész Aldin, hogy oda jussak, ha kenyeret akarok venni. És az alatt az ember, hát valljuk meg őszintén, néhány dolgot még beletesz, átrendezik. A feleségem ettől teljesen ki van. Kész. Tehát ő ott kiabált egyszer, hogy nem igaz, hogy hetenként ha itt van, akkor miért tették oda át a nem tudom ketchupot?
És mondtam neki, hogy azért, mert nem mindenki tudatos vásárló, és amíg te megkeresed, hogy hova teszik át, addig megint vásárolni fogsz. Nincs mese. Nincs mese. Szemmagasság. Figyeljétek meg, a gyerekeknek és nekem mindig ilyen kis méretem van, mert ott van a csoki. Oda teszik. Mindig ott van. És van máshol is csoki, de az a csoki, amit el akarnak adni. Mert ha azt mondja a gyerek, hogy én azt akarom, mert meglátja, és hiába mondom, hogy nem veszem meg, de ha leveti magát a földre, és örjön, előbb-utóbb a szülő, nagyszülő csak megveszi. Mindig szemmagasságban van. Nézzétek meg férfiaknál, azok a dezodorok, azok a borotva habok, nőknél, a különböző, mindig úgy vannak kitéve, amiket éppen el akarnak adni. Zöldségek, gyümölcsök az első részben. Miért? Mert hogyha megveszed a zöldséget, utána már azt fogod mondani, hogy ha most vettem paradicsomot, meg paprikát, kéne egy jó lecsót csinálni. Hol van a tojás? Vagy csinálnék valami spagettit. Hol van a tészta? Tehát azzal, hogy megvetetik veled az alapanyagot, azzal elérik azt, hogy te még sok-sok mindent mást is meg fogsz venni. Nézzétek meg, hogy a legtöbb helyen nincsen óra, ablak, ugyanolyan a hőmérséklet. Elveszel. Nem veszed észre az idő múlását. Órát soha nem fogsz találni egy ilyen helyen. Vannak most már olyanok, amik oldalt van az ablak, de például a mi Aldinkban fölül van az ablak. Te elkezdesz vásárolni, és nagyon érdekes az, hogy megszűnik minden. A hőmérséklet mindig ugyanaz. Általában mindig melegebb van, mint kellene, hogy levedd a kabátodat. És ha már levetted a kabátodat, levetted a sáladat, levetted a sapkádat, akkor már inkább megveszel mindent, ha már egyszer levettem, mint hogy újra visszavegyem rögtön. Őrület. Szerintetek miért van az, hogy amikor elmegyünk egy McDonald's előtt, akkor olyan sült krumpli illat van, amilyet az ember nem látott. Ugye? Szerintetek rossz az elszívó rendszer a McDonald'snek? Nem. Ezek speciális szagbombák. Tehát van a sült krumplinak egy illata, amit kilöknek. Egyszerűen a különböző levegő kevergetésekkel kilökik az utcára, te elmész mellette, megérzed, és azt mondod, hogy most azonnal sült krumplit kell ennem. Ingerek csábítása, igen, ez amiről mondtam. Nagyobbak a bevásárlókocsik, miért? Most vettem egy sportszeletet, azt olyan ciki, most egy sportszeletet menjek oda, értitek? Elkezdesz feltölteni. Ez is mind pszichológia. Ezt gondolom, tudjátok, minden kilencesre végződik. A pénztár. A pénztárnál miért vannak ott azok az áruk? Miért van az, hogy mindig, Aldinál különösen, mindig legalább hárommal kevesebb pénztár működik, mint amennyi ember van ott? Miért? Azért, hogy várjál, és amikor vársz, ott vannak a csokik, a cukrok, a nem tudom micsodák, és ha megoldható, akkor megveszed. Ezek a dolgok. És ezért nagyon fontos ez a bizonyos tudatos vásárlási dolog. És most szeretnék nektek néhányat mondani, amikor a manipulátor hibázik. Mert vannak olyan dolgok, amikor a marketinges nem dicsérik meg, mert nagyon akar manipulálni, csak mondjuk visszalő a dolog. Az elsőnél szó szerint. Szóval amikor egy pelenkát árulok, és a Hitman filmet reklámozom, és pont ahogy lő, a gyerek elesik, ez egymás mellett olyan, minthogyha a filmben megölnék a gyereket, pedig ez tulajdonképpen két különböző óriás plakát. Lehet kérni azt, hogy az óriás plakát hova kerüljön. Ezt egyik cég sem kérte, abban biztos vagyok, hogy ezek így legyenek. Tehát nézzétek meg, jó dolog reklámozni egy repülőtársaságot, de legalább fölfelé menjen az a szerencsétlen repülő. Tehát aki fogta magát, és a Turkish Airlines-t úgy reklámozta,
hogy lefelé és mindjárt oda be fog csapódni a földbe, annak azt gondolom visszafogott PR értéke van, és akkor ezt látjuk. Hát ha vannak, akik jól beszélnek angolul, ugye a Starbucks nem figyelt oda, és egy eltoló ajtót csinált, és hát szóval én most nem fogom elmondani, hogy a Sachs mit jelent, jó? Maradjunk abban, hogy egy nagyon-nagyon csúnya dolgot jelent, jó? És nem figyeltek arra, hogy amikor a Starbucks ajtót eltolják, akkor az fog ott maradni, hogy Sachs. Ennyi. És maradjunk abban, hogy nem reklámértéke van. Hát ez egy csoda dolog. Fölül arról beszélnek, hogy a diabetes az probléma, lent a dollár menü, és hogyha látjátok, a nyíl ott is van, tehát hogyha megeszem ezt a menüt, akkor diabetes lesz. Értitek? Tehát itt sem nézték meg, hogy mi mellé kerül a plakát. És az egy, hát erről van szó, ami egyiküknek se jó. Vár mondjuk a diabetesnek még. És ugye itt hiába a stretch, tehát hiába az volt, hogy egyenesen menjél tovább, de mégiscsak fölfelé mutat, és pont olyan helyre mutat, ahova nem kéne. Na ez nagy kedvencem. Westwood Medical. Az a neve az a kórháznak, hogy Westwood. És fogták magukat, és kitették a kórház plakátját, a kórház oldalára egy olyan plakátot, amely egy filmről szól, hogy millió lehetőséged van nyugaton meghalni. Értitek? Millió lehetőséged van nyugaton meghalni, és nyugatnak hívják a kórházat. Megint egy, én értem, hogy ott is kell az egészségügybe az, hogy plusz pénz jöjjön a hirdetésekből, de valljuk meg őszintén, hogy az ember vakaródzik, ugye, hogy hát biztos, hogy ott szeretnék lenni. Hát ez is egy érdekes dolog, hogy come join the fun, tehát hogy tényleg, hogy gyere, egy nagy móka lesz itt, és ez egy... Hát igen, szóval éjszaka nem tudom, de ha megnézitek, ugye ez micsoda, ez bizonyára egy ilyen padnak a hátsó része, csak nem figyelték meg, hogy mindez hát egy temető mellé van téve vagy elé, és az, hogy nagy élmény lesz. Hát nézzétek, a Meki az félelmetes, hogy miket csinál, és főleg keleten. Hát most a... Kedvet próbál csinálni a kávéjához, ami önmagában jó, nincs ezzel probléma, csak honnan jön ki a kávé. Tehát értem én, csak maga ahonnan kijön, azzal megint nem akkora reklámot csinálok ehhez. És így legyen akkor a záró, az utolsó, amikor volt az Európa-bajnokság Németországban, akkor felmatricázták az autókat. És a taxikat is. És voltak olyan taxik, amikben azt mondták, hogy nem ülnek be hátra, mert a kilincset nem hajlandóak megfogni. Mert úgy matricázták föl, hogy a kilincsnél van az, ami. Szóval én ezeket szerettem volna nektek elmondani, és tényleg arra biztatni benneteket, mert jó, ez az utolsó pár, ez inkább mókás volt. De ami előtte van, az nagyon komoly. Akár politikai, akár reklám, akár bármi. Nagyon-nagyon-nagyon óvatosan bánjunk azzal, hogy hiszünk a médiának. És ahogy ígértem nektek, amivel fogunk kezdeni, az a kommunikációnak a leghatékonyabb módja. Az a hatékony mód, amin elcsodálkozunk, hogy miért ilyen könnyű, és nekünk adventistáknak mégis nagyon nehéz. Amikor csöndbe vagyunk. Nézzétek, a leghatékonyabb kommunikáció, amikor csöndbe vagyok. Múltkor egy... testvérnő azt kérdezte tőlem egy prédikáció után, hogy tudnánk-e beszélgetni. Mondtam, hogy persze, asszertíven. És leültünk, és negyed órán keresztül beszélt. Komolyan, én egy szót se szóltam. Nem tudtam, mert nem vett levegőt. Tehát negyed órán keresztül mondta.
És utána befejezte a monológot, fölálltunk, átkarolt, és azt mondta, hogy Laci, hogy veled milyen jó beszélgetni. Szóval látnunk kell, éreznünk kell azt, hogy az embereknek manapság már az is egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, hogy meghallgatja őket valaki. Nekünk ez miért nehéz? Azért nehéz, mert hogyha valakivel történik valami, és mi nem tudjuk megmagyarázni, hogy az miért történt, hogy az Úr miért engedte meg, akkor úgy gondoljuk, hogy mi rossz adventisták vagyunk, rossz keresztények vagyunk, mert nekünk kell tudnunk magyarázatot találni arra, hogy miért engedi meg az Úr az ő életébe azt, amit. Van egy rossz hírem, az Úr nem ezt várja tőlünk. Nem azt várja tőlünk, hogy mi tudjuk azt, hogy kinek mit enged meg az életébe, hanem azt várja, hogy szeressük őt. Higgyétek el, a csöndbe való léttel egyrészt az Istent jobban meghalljuk, másrészt pedig sokkalta többet tudunk mondani. Figyeljetek, amikor Jézus nem mondott semmit Heródesnek, az többet mondott egy prédikációnál. Heródes tökéletesen tudta. Vagy ott vannak jó barátai, emlékeztek? 7 napon át egy szót sem szóltak, mert látták azt, hogy milyen állapotban van Jób. Igen, sajnos utána megszólaltak, de ez egy más történet. Szóval a lényeg az, hogy ezzel mi teljes mértékben tudunk. Képes vagyok-e átérezni a testvér fájdalmát, megfogni a kezét, megsimogatni, és csöndben maradni. Ez az, ami egy nagyon nehéz dolog, de én azt gondolom, hogy talán meg kellene valahogy oldanunk, főleg, hogyha keresztényi kommunikációt csinálunk. Szeretnék nektek egy asszertivitás gyakorlatot. Emlékeztek még az asszertivitásra? Szeretném azt, ez egy párokba fogjuk csinálni, jó? Olvasom, ha nem látjátok. Gyermekeid mellett teljes munkaidőben dolgozol, alig van heti 1-2 szabad órád, ritkán tudsz pihenni. A tágabb családban erőteljes nyomás nehezedik rád, hogy mint minden évben, idén júliusban is egyedül te szervezd meg a nagy szülinapi összejövetelt a rokonoknak. Ilyen nagyon sokszor van. Szeretném, hogyha párosan dolgoztok, nem kell leírni, szeretném azt, hogy gondoljátok át, hogyan tudom ezt asszertíven, ugye picit emlékezünk, mi is volt az asszertivitásban? Megértem a helyzetet, vállalom azt, hogy ez most nem nekem szól, mert nagyon fáradt vagyok, és felajánlok valamit. Ez a 3 dolog, nyugodtan beszélgessetek egymással, 2 perc, le is lehet írni a papírra, bárkinek bármi jó, úgy is lehet, hogyha csak kifejezéseket, kulcskifejezéseket írtok le. A lényeg az, hogy egy olyan asszertív válasz legyen, amiben nem azt mondom, hogy nem vállalom, vagy bármi, vagy nem veszem fel a telefont, hanem valami asszertivitás van, amiről délelőtt beszéltem nektek. Jó? Tehát ez van, egy mondat, vagy szavak, bármi, ami nektek megfelelő. Mit mondok, amikor ezt mondják nekem? Szóval, tudom, ez nagyon jó lehetőség a mókára, viszont ilyen dolgok milliószor vannak. Mi az, amit tudok mondani? Egy dolog az, amit nem szabad. Ugye? Tessék? Tehát például felmerülhet egy olyan, hogy egyedül nem vagyok képes ezt megcsinálni, ezért segítsetek nekem. Ez, amit nem szabad. Mert nem fognak. Megígérik, de nem fognak. Nagyon vigyázni kell az asszertív kommunikációnál, hogy konkrét dolgot kell csinálni, konkrét dolgot kell felajánlani, konkrét dolgot kell mondani. Mindenki meg fogja ígérni, hogy segítek majd neked, de úgy ott hagynak, hogy ihaj. Tehát ebben a dologban az ember megérti, elmondja, és talál valamit. Mit talál? Bármit talál. Átküldöm nektek.
a telefonszámait a többinek. Segítek nektek, mondjátok meg, hogy mibe kell segítenem. Én segítek, nem ti segítetek nekem. Én segítek nektek. Egy teljesen más szemlélet ebben a helyzetben, hogyha ezt az asszertivitást meg tudom így csinálni. Oké? Ez is egy asszertív példa. Mindannyiótoknál van egy fehér papír. Azt kérem szépen, hogy vegyétek elő. Jó? A fehér papírt. Így van. Meg valami toll, ceruza, bármi, ha van. Így van. Köszönöm szépen. A következő lesz a feladat. Ahogy beszéltünk Jézusnál, amikor a samáriai asszonnyal beszélt, és egyáltalán amit és bármit is csinált, mi volt, amit láttunk? Az értő figyelem. Emlékeztek? Az értő figyelem. Most azt szeretném kérni, hogy az a papír, amit az előbb felolvastatok a másiknak, azt legyetek szívesek lefordítani. Jó? Lefordítani azt a kis papírt, amit a másiknak felolvastatok. Oké? Köszönöm szépen. Akkor kezdjük. A sajátotokat, mind a kis papírt, így van, úgy lefordítani, így van. Először a kettesek jönnek. Kettesek, halihó, ketteseknek jönnek kérdések, és szeretném, hogyha válaszolnának rá. Nincs segítség, nincs izéles, nincs olyan, hogyha nem mondod meg a választ, nem csinálok neked rántottát vacsorára. Semmi nincsen. Szeretném a válaszokat. Milyen fáj fél éve a testvérnek? Csendben csak leírni a kettesek. Ugye? Az, amit felolvastatok. Jó? A kettesek meghallgatták, és jön a válasz. Milyen fáj? Nem beszéljük meg. Jó? Kérlek benneteket. Mi a neve a lányának? Mi a neve a lányának? Hú, mennyi üveges tekintetet látok itt rám nézve. Mi a neve? Nem segítünk, nem. Ez nem családi feladat, ez most... Mi a hivatása a lányának? Mi a hivatása a lányának? Nem segítünk. Jó, tehát a kettesek, az egyesek nekik felolvasták. Komolyan. A testvér veje most milyen szakmát tanul? A testvér veje most milyen szakmát tanul? A lányának mennyi gyermeke van? Ennyi. És szeretném, hogy most ellenőrizzétek le. Jó? Tehát ellenőrizzétek le, hogy ebből az ötből hányat találtunk el. Jó? Gondolom megvan. Nem fogom megkérdezni, tehát semmi probléma nincsen. Egy kérdésem lenne, ez lett volna a kérdésem, van-e teli találat? Hoppá! Ez nagyon nagy dolog. Nagyon nagy dolog. Kata, Szilárd, ez igen. Ez miért? Mert ezt tanuljuk. Értő figyelem. Nem merem elmondani nektek, hogy én hányat találtam volna ebből el. Maradjunk abba, hogy könnyebb ilyet mondani, mint megcsinálni. Pontosan így van. Egy hiba volt-e? Jó, ott egy hiba, az is nagyon jó. Tehát egy hibával még ez abszolút jó. Így van, ezért értő figyelem. Miről van itt szó? Miről van itt szó? Arról van szó, hogy amikor odajön hozzánk valaki, vagy családba, vagy bárhoz, elmond valamit, de mi hogy figyelünk? Ott se vagyunk tulajdonképpen. Vannak olyan kifejezéseink, figyeljetek, vannak olyan kifejezéseink, amiket ezeknél a beszélgetéseknél mondunk. Mondok néhányat. Tényleg? Igen. És ez hogy? Ilyeneket, és ez veled? Ezeket mondjuk, ott se vagyunk agyilag. Ott se vagyunk, de vannak ilyen rákérdezéseink, és a szegény szerencsétlen azt hiszi, hogy mi figyelünk. A probléma hol jön? Ha a végén azt mondja nekem, hogy jó, Lacikem, akkor tedd meg, hogy imádkozol értem. Az probléma, mert nem figyeltem oda, és akkor azt mondhatom, hogy egy picit összefoglalnád még egyszer, hogy mi a gond, és akkor nyilvánvalóan már odafigyelek. Na,
ha az egyesek nevettek, akkor most ők jönnek. Hány éve gyűjtenek az olaszországi nyaralásra? Még egyszer mondom, nem segítünk. Nem csapatmunka. Le kell írni, hány éve gyűjtenek. Mi a szakmája a fiának? Mi a szakmája a fiának? Nem nézünk rá. Kedves ember a Zsolt, de nem nézünk rá. Hányadik bizonyságtételek könyvet olvasta el? Nem egyszerre olvasta, és nem egymás után, ezt vitte magával, ha jól emlékszem. Hányadik bizonyságtétel? Egy adventistáknál ez egy jó kérdés szerintem. Milyen fájt a buszon? És aki engem ismer, az tudja, hogy milyen színű sálat vett az unokájának. Nem véletlen, hogy egy olyan városban vannak, ahol a csapatnak olyan színű sája van, nem mákos sája van. Na, hát akkor tessék parancsolni újra, nézzük meg, hogy kinek hogy sikerült. Javítás? Megint a kérdésem. Ugyanaz, van-e teli találat? Hugi, ez igen. Jó? Tényleg? Egy hiba? Nagyon, egy hiba, nagyon jó, teli találat. Egy hiba, Sanyi. Féltek, ez most vicc nélkül, tehát ez most nem az, hogy jaj, most dicsérem. Tényleg nagyon nagy dolog. Tehát egy ilyenre, amikor nem tudod azt, hogy figyelni kell, bár azért mondtam, hogy az értő figyelmet fogjuk nézni, de azért megint csak ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy tulajdonképpen ilyen jól tud megmaradni. Figyeltetek. Ez azt mutatja, annak ellenére figyeltetek, hogy... Akkor, most mutatok nektek egy dolgot, de előtte még szeretnék elmondani valamit. Erről beszéltem nektek délelőtt, hogy hogyan mondunk, mit mondunk, amikor igazunk van. Ugye, ezt láttam, amikor mondtam, hogy mit mondunk, amikor igazunk van, és a fél gyülekezet elkezdett bólogatni. Tehát ez azt jelenti, amikor mondtam, hogy mi lesz délután, ez volt az, aminek mindenki bólogatott, hogy ja, hát igen, ezzel problémánk van. Igen, tehát ugye az előbb mondtam nektek, hogy ugye ott voltak jó barátai, de aztán megszólaltak. És mi is nagyon sokszor megszólalunk, de hogyan szólalunk meg akkor, amikor igazunk van. Ez a, na ugye, hát én megmondtam, mert megint nem fogom, nincs empátia, nem teszem az gondolataimat, az empátiámat, az érzéseimet, nem próbálom az ő helyzetébe vinni. Nézzünk megint egy bibliai történetet, Péter. Ugye? Pétert tudjuk, hogy mi történt Péterrel. Jézus hogyan kommunikál, amikor megtörténik az, ami megtörténik, és utána ugye egymás mellett ott ülnek a parton, és beszélgetnek. Milyen állapotban volt Péter? Borzasztó állapotban lehetett. Tehát én megmondom nektek őszintén, én múltkor azon gondolkoztam, hogy az a csoda, hogy nem Júdás sorsára jutott. Tehát az, ahogy megmondja nekem Jézus, hogy amire a kakas, én háromszor megtagadom, pedig én tudom, hogy nem fogom megtagadni, de megtagadom, de így, de úgy, de rettenetes lelki állapotban lehetett Péter, borzalmas lehetett. Ezért is látszik az, hogy ő, aki először odarohan ugye a feltámadáshoz, ő, aki a vízbe veti magát, amikor a parton ott van Jézus. Na de nézzük, hogy mit csinál Jézus. Mert megint, mint ahogy délelőtt emlékeztek, mondtam nektek azt, hogy tökéletes kommunikációs csodálatos, hát igen, Balázs Laci dicséri Jézust, igen, kicsit furán hangzik, de hogy tényleg, na. Tehát, hogy tökéletes kommunikáció volt a szmirnai gyülekezettel. Itt is nézzétek meg, milyen pedagógiát, szorong Péter, stb. Mi mit mondanánk? Ugye, igen, mosolygunk. Mi mit mondanánk? Látod, Péter? Látod, hogy megmondtam? Most mit csináljak? Mit csináljak egy ilyen tanítványnal? 3,5 évig. Most kéne elmennetek és missziózni. Erre te az első alkalommal megtagadsz engem. Mit kezdjek veled? Adjuk az egészet. Ezt mondja? Nem. Mit tesz? Megkérdezi tőle, hogy szereti-e.
nem egyszer, nem kétszer, hanem háromszor. Nincs semmi. Figyeljetek, nem csak, hogy olyan nincsen, hogy Péter, te vagy, és stb. Nincsen megszégyenítés a többi tanítvány előtt. Semmi nincsen. Semmi ilyen dolog. Miért? Mert szereti, akivel kommunikál, Jézus, Pétert szereti, és tudja azt, hogy Péternek már az is bőven elég, amin keresztül ment az elmúlt X napban. És azt kérdezi, hogy szeretsz engem. És van egy párbeszéd. És olyan szép, amikor a harmadiknál azt mondja Péter, hogy Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Ez a Péter már egy másik Péter. Ez nem az a Péter, aki esküdözött. Szóval nézzétek, hogyha képesek lennénk arra, hogyha igazunk van, akkor azt már bocsássatok meg, keresztényi úriemberként viselnénk el, hogy igazunk van, és nem vernénk be azt a szegény másikat a földbe, akkor sokkal nagyobb dolgok történhetnének, például a családban. Hányszor van, hogy a gyereknek azt mondjuk, hogy lám, na, lehet ezt máshogy is. A gyerek tökéletesen tudja, hogy igazam volt. És nagyon-nagyon hálásak tudnak lenni például a gyerekek akkor, hogyha nem döngölöm az ő fejébe azt, hogy lám, én megmondtam neked, de neked úgyis hiába beszél az ember, mert te ilyen vagy, olyan vagy, amolyan vagy. Érdemes egyszer különben a kommunikációt összekapcsolni a ne őj parancsolattal. Ezt csak zárójelben jegyzem meg. Mert a ne őj parancsolat az nem arról szól, hogy elsődlegesen nem arról szól, hogy ki gyilkolok és kit nem. Szóval amikor a gyerekemet folyamatosan azt mondom, mert úgy kommunikálok felé, hogy már megint elrontottad, rád megint nem tudtam valamit bízni, veled megint csak a probléma van, akkor én a gyereknek az önértékelését megölöm, és utána x év múlva a pszichológusokhoz kell járnia, akik kihozzák majd előbb-utóbb, hogy egy olyan apja volt, aki nem tudott szeretettel kommunikálni. Hány és hány ilyen dolog van, például, amikor kommunikációt vonok meg büntetésként, amikor azt mondom a gyereknek, vagy azt mondom a feleségemnek, azt mondom, hogy én most akkor nem beszélek vele, csak hogy értsd, hogy nekem van igaza, megbántottál. 3-4 napig nem beszélnek, tudom, mert mesélik. 3-4 napig nem beszél a gyerekkel, ez a nevelés. 3-4 napig nem beszél a felesége, ez a nevelés, tanulja meg az az asszony, tanulja meg az a gyerek. És nem vesszük észre, hogy ezzel kizárólag mind a kettőnket öljük. Mind őt is ölöm, mert elveszem tőle azt az oxigént, ami nélkül nincs semmi, a szeretetet, elveszem tőle. A gyerektől különösen, aztán csodálkozunk, hogy miért van ennyi öngyilkos gyermek. Azt tudtátok, hogy arányaiban, az Európai Unióban Magyarországon tűnik el a legtöbb gyerek? Az Európai Unióban Magyarországon tűnik el a legtöbb gyermek arányaiban. Miért? Miért? Mert többek között így próbáljuk nevelni a gyereket. És az a gyerek, aki nem kapja meg azt a szeretetet 3 napig, mert rosszat csinált, nem kapja meg azt a kommunikációt, azt a szeretetet, ami neki az oxigén, a gyereknek vége van. Az a gyerek teljesen máshogy fog egy idő után felnőni. Most a házaspárokról még egyszer mondom, nem is beszélve. Nagyon fontos ez a két dolog, a kommunikáció, a keresztényi kommunikáció és a ne őj parancsolat. Ha csak nem kezdjük el kaparni a tetejét, ma akkor csak az, hogy ne öljek. De hát nyilván, ezen a héten úgy emlékszem, nem öltem, és a naptárban nincs jövő hétre se előregyezve. Nem erről szól elsődlegesen, arról szól elsődlegesen, hogy hogyan kommunikálok, hogyan érzek, hogyan szeretek, hogyan ölöm meg a másikat, a másik lelki világát, a másik hírét, a másik bármiét. Tehát
Ez is egy fontos kérdés, és most szeretnék visszatérni oda, még azért van egy 20 percünk, mert szeretném azt, hogy lehetőség legyen arra, hogy beszélgessünk is. Jó, tehát én most direkt egy kicsit a délutánt kevesebbre szerettem volna venni, és azért írtam a 4 órát, hogyha valakinek vannak kérdései, vagy beszélgessünk, vagy bármi, akkor erre lehetőség legyen, de még ne örüljetek, még nem vagyunk ott. Jó, tehát azért mondom, hogy ott még nem vagyunk. Viszont, ahogy ígértem nektek, szeretném azt, hogy amiről délelőtt beszéltünk, ezek a bizonyos nonverbális kommunikációs dolgok. Ugye ez, kérem szépen, ezt látjuk. Ez, amiről beszéltem nektek, ezek azok az alapmimikák, amelyek jönnek. Tehát öröm, bár ahogy a néni ott örül, az egy kicsit félelmetes, de öröm, meglepetés, megvetés, szomorúság, undor, félelem, harag. Ezek a dolgok azok, amik általában rögtön, tehát egy ilyen izomból, ahogy szokták mondani, nem is kell gondolkozni rajta. Úgy jönnek. És 3 másodperc alatt képes vagyok arra, hogy a másikat megbántsam. Miért? Mert nem tudom uralni a mimikámat. Oké? Nem tudom uralni. Kérlek szépen benneteket, hogy forduljatok egymás felé. Amennyire lehet. Egy picit székileg is lehet, jó? Székileg is lehet. Na most, a következőről van szó. Most a ketteseket szeretném kérni, hogy ne nézzenek erre, hanem csak az egyesekre nézzenek. Az egyesek azok, akiket szeretném, hogy ide figyeljenek. 5 darab érzést láttok. Jó, csak az egyes figyel ide, a kettes nem. 5 darab érzést láttok. Szeretném, hogy nonverbális kommunikációval ezt az 5 darab érzést megmutassátok. Ugye mi a lényeg? Bármi lehet, ami nem szó, ami nem hangos. Leginkább mimika, de használhatjátok a kezeteket is. Rendben? Oké? Tehát akkor kezdik az egyesek, körülbelül olyan 15 másodpercet vegyetek egyetlen egyre. Ha 15 másodperc múlva nem találja ki, akkor menjetek a következőre. Tessék parancsolni. Bocsánat, 1 dolgot nem mondtam. Ha szinonímát mond, az is jó. Tehát ha az van odaírva, hogy öröm, és azt mondja, hogy boldog, az teljesen elfogadható. Oké? De ha az van odaírva, hogy öröm, és azt mondja, hogy undor, az nem. Szinoníma lehet. Itt láttam már egy olyat, akiknek sikerült másoknak is, úgy igen. Nagyon jó. Ennek pont ez a lényege, most már megnézhetik a kettesek. Ennek pont ez a lényege. Mi gyakoroltunk itt? Azt gyakoroltuk, hogy hogyan tudom a mimikámat kézben tartani, oké? Mert ez egy nagyon fontos dolog. Ez, amit mondtam nektek délelőtt, hogy a legtöbbször nem értjük, hogy miért bántottunk meg valakit, holott egyszerűen csak arról van szó, hogy a mimikánkkal bántottuk meg, azt meg egyszerűen nem vettük észre. Akkor most szeretném megkérni az egyeseket, hogy nézzenek rá a kettesekre, és ne nézzenek ide. Jönnek a kettesek. Ketteseknek van ott fönt. Nem gond az sem, hogyha szinoníma, oké? Csak az a lényeg, hogy próbáljuk kézben tartani a mimikánkat. Mindig, ahogy ugye a gondolatoknál is olvassuk a Bibliában, hogy odafigyelni rá. Rendben vagytok? Körülbelül sikerült? Jól van. Örülök neki. Nagyon-nagyon örülök neki. Akkor már csak 2 dolgot szeretnék nektek elmondani. Mert enélkül nem menjünk el. Ez pedig a Facebook kommunikáció. Nem tudom, mennyire tudjátok, mennyire vagytok Facebookon, nagyon kemény, manapság nagyon kemény a Facebook kommunikációnk, a közösségünkben is, és azt kell nektek mondjam, hogy úgy lájkolunk, mintha nem lenne holnap.
Tehát az egy dolog, hogy mit tesznek ki néhányan. Most azzal nem szeretnék foglalkozni. Azzal szeretnék foglalkozni, hogy nagyon vigyázzunk a lájkokkal. A lájk az én szememben a Facebook ámenje. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valami ki van téve egy poszt a Facebookon, és én lájkolom, akkor az azt jelenti, hogy az olyan, mintha én mondanám. Én egyetértek vele. Én egyetértek vele. Na most nagyon nagy kérdés. Jézus lájkolná? Ezt mindig föl kell tenni, és most nem arról beszélek, hogy a kis babáról tüneményes fotók vannak, hanem olyan dolgokról beszélek, amik kőkeményen megosztóak. Figyeljetek, nem csak a gondolataink és a tetteink vannak felírva a mennyei könyvekbe, a lájkjaink is fel vannak írva a mennyei könyvekbe. Ugyanis a lájk az manapság az egyik legtöbb embert elérő evangelizáció. Az, hogy én mit lájkolok, az, hogy én milyen csoportnak vagyok a tagja, az evangelizálás. Tehát, hogyha valaki megnézi azt, hogy X csoportba, például a Balázs Laci tag-e vagy sem, mert ő mondjuk hallott engem valahol, vagy ismer valaki valakit, és megnézi, hogy én egy csoportnak tagja vagyok, az tulajdonképpen számára referencia. És azt mondja, hogy akkor ő is oda fog, tartozhat oda, mert ezek szerint biblikus, mert ha a Balázs Laci, az X, az Y, az Z, és ott van, akkor ez biblikus. Még egyszer mondom, nem a csodálatos gyerekfotók, zárt oldal, vagy nem tudom, miről beszélek. Nagyon fontos tisztában lenni ezzel. Azzal evangelizálok, hogy milyen csoportnak vagyok a tagja. Azzal is evangelizálok, hogy mit lájkolok. Én nagyon-nagyon kérlek benneteket, hogy erre nagyon figyeljünk, és végezetül még a smiley használatát szeretném elmondani nektek, mert a passzív-agresszív. Tehát nagyon sokszor van az, hogy valaki keményen mond valamit, és utána egy nevető smiley-t tesz. Ez olyan, meg is mondtam, de mégsem. Tehát, és ezt nagyon, tehát vannak, akik ezt mindig ezt játsszák, hogy igen, elmondtam neki, de azért ott a feloldó nevető smiley, ami az, hogy hát most akkor nem tudja, hogy én komolyan gondoltam-e vagy nem, pedig komolyan gondoltam. Ez nagyon nem jó. Tehát vagy vállaljuk föl a véleményünket, és ne legyen mögöttem nevető smiley, vagy ne vállaljuk fel, ne írjunk semmit, de az, hogy odamondunk és rögtön semlegesítjük a smiley-val, az egy kicsit, hát nem éppen ez is a keresztény kommunikáció. Végezetül pedig egy utolsó gyakorlatot szeretnék nektek megmutatni. Ez megint, és két ujjal tudok menni, most már tudom, annyira profi lettem a nap folyamán. Jó, ezt szeretném, hogyha megnéznénk. Egy kórus próba, és az asszertivitás érdekelne, illetve még egy dolog. Emlékeztek, délelőtt beszéltem nektek az én nyelvről és a te nyelvről. És most szeretném itt a végén, ha ezt a kettőt összehoznánk, az asszertivitást és ezt a bizonyos én-te nyelvet. Emlékszünk, ugye, a te, nem azt mondom, hogy te ilyen vagy, te ezt csinálod, hanem azt mondom, hogy ez nekem mit jelent. Oké? Isten tisztelet végén a testvér hazamegy ebédelni, de megígéri, hogy a 14 órás kórus próbára mindenképpen visszaér. Na ezért profi a Teri, mert ő rögtön utána próbál, nem az, hogy majd visszajöttök, ugye? Így van. De ő, már nem a Teri, hanem akiről beszélünk, már nem először 20 percet késik. Nagyon fontos, meg kell mondani, tehát a dolog, az asszertivitás nem azt jelenti, hogy a másiknak nem mondom meg, ha problémám van. Azt jelenti, hogy én nyelvvel próbálom elmondani, és valahogy elérni azt,
hogy legalább értse meg, hogy ezt nem lehet csinálni. Nem megoldás az, hogy azt mondom, hogy mindenki menjen haza, aztán gyertek vissza kettőre. Nem, akkor senki nem fog visszajönni. Ő az egyetlen, aki nem tud visszaérni. Jó, párosan dolgoztok, ez az utolsó gyakorlat, és körülbelül hozzatok össze egy olyan gondolatot, egy olyan mondatot, hogy hogyan lehet úgy elmondani ezt a véleményt, hogy probléma van, hogy abban én vagyok benne, és nem rólad mondom a rosszat, hanem az, hogy én rám hogy csapódik, mi ránk hogy csapódik, és valahogy változzon a dolog. Hűha, ez a mosoly, ez kemény volt, ne azt mondd, amit most kitaláltál, mert a mosolyba ítélhetőleg nem, jó. Ennél szebben, jó, asszertívebben. Jó, egy-két perc, és akkor 3:30-kor be is fejeztük. Mondhattam volna egy családi dolgot is, bármit lehetett volna mondani, hogy a gyerek késik, pedig azt ígérte, hogy 11-re otthon van. Csak gondoltam, hogy legyen kóruspróba, ha már. Tudom, ilyen nincs nálunk, tehát az embernek nincs kommunikációs gondolata, nálunk mindig mindenki visszaér. Jól van, testvéreim, nagyon köszönöm. Zárásul ennél jobb tanácsot én sem tudok adni. Éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus szeretett minket. Nem véletlenül volt az elsőnél ugye az, hogy ahogyan én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást. Éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket. Én remélem, hogy sikerült jó néhány dolgot ezen a napon átnéznünk, mint megnézni, hogy a Bibliában ezek hogy vannak, hogy látjuk a kommunikációt, milyen történetek alapján, és bízom benne, hogy lehetőség volt arra, hogy egy kicsit változzunk. És higgyétek el, ha ezt innentől kezdve gyakorolni fogjátok, akkor nagyon-nagyon sok minden megváltozhat. Házasságban, gyereknevelésben, testvéri kapcsolatban és mindenben. Amen. Egy imához legyetek szívesek, álljunk fel. Drága jó Istenünk, hálásan köszönjük neked ezt a délutánt is. Köszönjük neked, hogy tudtunk gyakorolni olyan helyzeteket, olyan nehézségeket, amelyekre te mind-mind a Bibliában megoldást mutatsz, vagy történetek által, vagy igék által, de teljesen egyértelművé teszed azt, hogy amennyiben a szeretet benne van a szívünkbe, akkor olyan életet tudunk élni bárhol az életünkben, amely életet te szeretnél látni bennünk. Urunk, segíts mindannyiunkat, segíts abban, hogy ezek eszünkbe jussanak, segíts kérünk abban, hogy gyakoroljuk ezt otthon, gyülekezetben, munkahelyen, hogy érezzük azt, hogy amikor egyszer-egyszer sikerül valami, amit eddig nem úgy kommunikáltunk, de most máshogy, és látjuk azt, hogy az a másik örül, az a másik valahogy közelebb került az igazság megismeréséhez, akkor érezzük azt a boldogságot, amit a lélek ad, és egy olyan vágyat, hogy onnantól kezdve próbáljunk meg így kommunikálni. Köszönjük, hogy velünk vagy, köszönjük, hogy a gyülekezetünkkel vagy, adj nekünk, kérünk, továbbra is szép szombatot, légy velünk a beszélgetés alatt is, és kérünk, hogy adj nekünk áldott hetet. Jézus nevében könyörögtünk hozzád. Amen. Halld Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. Amen.